Egyik a műanyag tok. Hát ez az új lezárható verzió, ami jó, tényleg nem esik ki. Cserébe zörög. Csodás. Kipróbáltam az A1 Pro bőrtokkal, amivel működik tulajdonképpen, csak nehéz kibe húzogálni, mert ennek vastag a pengéje. 7 mm vastag. Látszik, hogy van benne anyag. Én ezekről gondolom azt, hogy ezek túlélőkések. Végig ugye látszik a full tank markolat, panel csavarozható, cserélhető. Ez egy kicsit drágább volt, de próbáltam mindent jó áron beszerezni. Nagyjából 50-60 ezer forint környékén sikerült mindent megvennem. Kivéve ez az egyik kés, ami kicsit drágább volt. Ez ilyen 80 valamennyi, 90 volt, nem emlékszem pontosan az árára. Ez a hazai forgalmazótól lett véve, náluk volt a legjobb áram. Akkor nézzük a kis kampócskát, amit már mondtam. Legyen mondjuk így itt. Ennek kifejezetten már a normál, hagyományos pengékhez képest egész jó kaparó éle van. Elég vaskos a fogás. De tulajdonképpen működik, még ezzel a penge vastagsággal is. Jó leélezést kapott. Nagyon szeretem ezt is, bár keveset használom. Ez laminált lamkosz, bocsánat, ez a kobaltos acél. Ez olyan frenetikusan jó acél szerintem. Nagyon szeretem. Őszintén szólva, ezeknek az éléhez még nem kellett hozzányúlnom. És kevésbé érzem sérülékenynek, mint a sima végirtizet. Az éltartása szerintem kiváló. Egyelőre erről tudok nyilatkozni, mert ezeket élezni nem nagyon kellett még. De hát igen, ezek ezért túlélőkések, mert akárki akármit mond, azért itt a leélezés a penge vastagság miatt, ugye mindegyik konvex, hát na, nem a legjobb. Ez még egy jó kis kés, jó kis leélezéssel, de a penge vastagság miatt, vagy a nem elég széles penge miatt, mintha idézőjelesen az élszög szarabb lenne. Ugye konvex szélekről beszélünk, mindegyik konvex. Nyilván a penge vastagság valamelyest, illetve a penge szélesség is valamelyest meghatározza a leélező megoldást. Hát itt is látszik, hogy sikerül vele megoldani. Jó az élük, nagyon jó. Nagyon masszív kés.
Ezért is gondolom, hogy ezek inkább túlélőkések, de nem farigcsálásra valók. Ezek időnként kissé küzdelmesebb a sztori. De meg lehet oldani, csak több meló. Na. Itt a szép kis pengécske. És ennyi. A1X.